Üdvözlök mindenkit! Náklakrim vagyok, jön egy kis Warframe, beszélgessünk Demis 2.5-ről. És biztosan sokkal sok videót néztetek már erről, hogy milyen lesz a Demis 2.1, és ho hogyan befolyásolja a játékot. Ki fogok erre is térni, de amire én inkább fókuszálni szeretnék ebben a videóban, az az, hogy Hova alakul a játék a Damage 2.0-val? Egy ilyen kisebb összeesküvés elmélet, hogy um, hogyan gondolom én, hogy merre viheti vagy fogja vinni a Digital Extreme a játékot, és hogy mi, miért pont ilyen lesz a Damage 2.5, és um, tényleg így, így általánosan, mire számíthatunk, hogy, 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 esetleg milyen lesz a játék, és hogy hát, hát ne lepődjük meg, ha tényleg ilyen lesz. Ez, megint csak mondom, egy összeesküvés elmélet, egy saját vélemény, amióta játszom a játék, szinte az eleje óta látom, hogy hogyan alakul a, alakul a, játék, és milyen irányba megy, és ennek egy ilyen következménye lehetséges, hogy lesz. Ezt most jól megmagyaráztam, igaz? Nos, Vágjunk is bele. <coughs> az, hogy megértsétek a Demis 2.5-öt, vagy ez alatt én mire gondolok, Az, egy kicsit látnotok kell a warframe nek a történetét is, szóval valamikor régebben a Warframe-ben volt egy olyan dolog, amire mi Warframe veteránunk úgy uh, emlékezünk, hogy endgame. Természetesen az ott eltelt, vagy 5 év, és... Um, mostanra egy másik fajta endgame van a játékban. Szóval aki most kezdi a játékot, vagy egy-két éve kezdte a játékot, azt az el ő az endgame-et másképp látja, és úgy látja, szerintem legalábbis ő úgy gondolom, hogy hogy van a Warframe-ben egy bizonyos fajta endgame, és azt érdemes játszani. Na most, azok, akik ré régebben kezdték, mint ahogy én is, mi úgy látjuk a Warframe-et, hogy a számomra legalábbis az endgame egyik része a Fashion Frame-en kívül az az volt, hogy maradtunk órákig és órákig egy survivor és több tízezeren, amit mészároltunk rá, és <laughs> rengeteg nyersanyaggal jöttünk ki, és a jutalom faktor, ami ott, az, azon az endgame volt, az a nyersanyag mennyiség, a kredit mennyiség, és, vagy éppen, hogyha mondjuk a prime cuccot farmoltunk egy Survivornak, a prime cucc mennyiség, és azon játék izgalma, a tömérdek számtalan mennyiségű enemi, ami egyszerre képes volt rád bejönni, ahhoz képes, mint ami most van, és annak a tömegnek a feltartása, szabályozása, és, és, és úgy lett a, a az elképesztően hihetetlen skálázódás az enemi életben, és és is, ennek a felfogása, ez mára szignifikánsan megváltozott. Tehát nekem, aki kicsit régebb óta kezdte a warframe ez volt az endgame. És ennek megfelelően, azért mondtam ezt, mert ennek megfelelően a Warframe-ben olyan is volt a damage. Tehát a damage úgy volt összerakva, hogy ekkora mennyiségű tömeggel el tudjál bánni, ki tud farmolni, és a többi, és a többi. És ez számomra legalábbis, mint egy veterán játékosnak nagyon nagy élvezetet adott. Aztán később... Um, behozták a Damage 2.0-t, ha jól emlékszem, és a Warframe megint csak alakult. Hála Istennek, még nem változtatták hozzá meg a mostani uh, Prime formulós rendszert, ami erre jelenleg van a játékban. Ezért még mindig volt értelme elmenni magas szintű krem, mert volt egy-kettő olyan fegyver, nem az összes, de egy-kettő olyan fegyver, ami helyt tudott már állni, még helyt tudott állni az ilyen endgame és ilyen volt például a tonkor. Ezért is szerette mindenki a tonkort, mert azon kevés egyik fegyver, fegyverek volt, ami helyt tudott állni igazán magas endgame-ben. Tehát mondjuk, ha mindenki vitt már négy tonkort és tömegszabályozó warframe akkor helyt tudtak állni nagyon sokáig, és sokáig tudták formolni azokat a Prime cuccokat. Na most, ez, ez nem volt annyira, természetesen ez nem volt annyira jó, így aztán fogták és lenörfölték a tonkort, előttem előtte mielőtt lenörfölték a tonkort, behozták az új formulási kategóriákat, az új formulási rendszeret, rendszert, amiért már nem is értem meg bennmaradni tovább 20 percnél, 20 percenként ki, ki be, és igazából megszereztem a megfelelő nyersanyag mert nem értem meg tovább bennmaradni, maradni és kilódni, és nehezen megölni amiket egyszerűen nem volt kifizetődő, és behozták az új Prime formulási rendszert, és ez meg már végképp nem éri meg 20 percnél tovább bennmaradni, mert hogy nem nagyon látni értelmét, hogy miért maradjak még többet bent, és még nehezebben nem kell ott kílódjak, mert megölöm őket, akkor össze kell szednem azokat a szarokat, tehát ölnöd kell, hogy tovább tudjál bennmaradni. Kicsit egyszerűbb volt, Uh, régebben eznek a formulása nem, tehát volt értelme benn maradni tovább, és egy igazi endgame-et játszani a mostanihoz képest. És ez, ez hozta be a Damage 2.0, ahova alakult. És most láthatáron van a Damage 2.5, és szeretném, hogy egy kicsit át, Látnátok, hogy mit fog takarni, és mit nörfölnek, vagy épp nem nörfölnek, nem is 2.0-val. És az egyik legsignifikánsabb dolog, ami érdemes megemlíteni, az a slash impact és um, puncture damage-ekre való hatás. A jelenlegi, mostani uh, damage-ben úgy működik, hogyha a warframe edet éri mondjuk egy slash proc, vagyis a slash status effect éri a Warframe-et, akkor az adott fegyverednek az összes sebzését felszorozva osztod le utána az eneminek. A mostani demis 21 nál ami be fog jönni, és most nagy a sírás emiatt ugye a Warframe community-nél, ami be fog jönni, úgy néz ki, hogy a slash uh, úgy fog működni, a slash a buffja, hogyha mondjuk slash effect éri az enemidet, akkor most már nem a fegyvered összes sebzését és uh, impactot is hozzáadva buffol fel, hanem csak a slash damage alap értékének a nem tudom hány száz, annak is az 50 százalékát fogja felbuffolni. Tehát egy érezhető nörföt fog kapni a, 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 fegyveres sebzése. Viszont ugye eddigi warframe-ben a slash damage ez így is nagyon-nagyon-nagyon dominált. És valamit csinálni kellett az impact és a puncture és is. Na most, <laughs> kapaszkodjatok meg a vicc részén, oké? Okay? Az impact damage egy ragdoll effektet fog létrehozni magyarul. Mi történik? Tehát ha megütöd az enemit, elrepül a rákosba. Ez fog történni az impact damage hatására. A puncture damage hatása az egyik legértekesebb számomra, ha puncture damage éri az ellenfelet, akkor 75%-os, sebzés uh, csökkentést fogsz elérni az eneminél. Tehát ütöd azt a Heavy Gunner, 100 szintű Heavy Gunner, beprokkol a puncture damage, és 75%-a kevesebbet fog rá sebezni. Ez, az, ez azért nem rossz, ugye, ebből a szempontból. Na most, az, hogy mit csinálnak a, a slash damage -e, ebből a szempontból, nem tudsz vele mit csinálni. Akárhonnan nézem a slash, így is a legerősebb uh, sebzés lesz, uh, a damage 2.0-ban is. Na most. Az Impact Damage hülyesége, legalábbis ahogy én látom, az Impact Damage mögött látó hülyeséget. Szóval mi történik Warframe-ben, hogyha egy Impact Damage-et osztasz le a zeneminek, el fog repülni a rákba, és utána mi történik, föláll és tovább lő rád. Bitch, please. Puncture Damage nem olyan rossz, fogom és ütöm a zenemit, ugye eleve... Um, Hogyha ütöm az enemét, vagy ha lövöm az enemit, az tök jó, hogy 75%-kal kevesebbet fog rám szebezni. És mi van a többi százal, aki téged lő? Ők nem fognak már gondolom 75%-kal kevesebbet sebezni rád. Úgyhogy ebből a szempontból a Puncture Damage is egy kicsit ki van uh, lőve, és ebből adódóan a Slash Damage megint csak úgy néz ki eddig, tehát ez, ez spekuláció, vésítek jól be, ez spekuláció, tehát eddig úgy néz ki, tehát ezeket adták ki, hogy így fogják változtatni, de egyelőre úgy néz ki, hogy ezek így lesznek, szóval a slash damage mindig dominálni fog, az impact damage még mindig nem lesz értelme, mert megölni kéne az enemit, nem elrepüljön a rákba, vicces lesznek, viccesnek, vicces lesz, de elrepülnie kéne az eneminek. és nem, bocsánat, meghalnia kéne az zeneminek, és nem elrepülni a rákba, és a puncture damage -nek is valamit, tényleg olyasmit kéne csinálni, ami puncture, tehát átüt, és megöli az enemit, és szabályozni lehet vele az enemit, és gyorsan kivégezni az enemit, nem pedig az van, hogy hallat lecsökken a sebzésük, mert a többi másik Ugyanúgy fog rád lőni, és ez, ahogy a Digital Extreme állítana, nem biztos, hogy segíteni fog azokon a gyengébb orcsöveken, hogy bármeddig is túléljenek. A pozitívum az egészben, hogy egy-két porosodó fegyvert, ami ott van a raktáratban, valószínűleg elő fogsz venni és lepucolni, és voilà, valószínűleg élvezni fogod és fan lesz a játék, és nagyon jó lesz, de és itt jön a nagy de és az összeesküvés elmélet, és kíváncsi vagyok, ha eljutottatok eddig a videóval, hogy mit gondoltok -e erről. A Damage 2.5-nek az összeesküvés elmélete általam kitalálva, megint csak az a lényege, hogy a játék régi endgame a régi endgame amit a videó elején beszéltem, lenörföljék a rákos fazban. Szóval ne akarjál elmenni hatalmas szintek itt. Tehát százas szintnél ne nagyon akarják tovább bent lenni a játékba, mert az egy laza szint. Valamiért ilyen Destiny szintű uh, nehézségre akarják emelni a játékot. Most elárulom nektek a Destiny szintű nehézség, semmi ilyen nehézség. Az a játék nem nehéz. A legnehezebb része azok a rédeken van, de az se azért, mert kifogysz a sebzésből. Szóval ha Destiny szintű nehézségre hozzák be a játékot ezzel a Demis 2.0-val, ha ez a cél, hogy erre felítolják a játékot, akkor az endgame ebben a játékban szignifikánsan megváltozik, mégpedig a oh több grind, és a több cucc, és a fashion frame irányába, nem pedig azért, hogy azért játszol, hogy élvezd a játékot, és hogy az univerzum része légy, hanem azért játszol, hogy farmolj, és minél erősebb légy, de az erősséged elveszik, mivel hogy egy százas szintnél tovább nem fogod látni értelmét, hogy, hogy menjél. Tehát, hogyha most így történelmi sorrendbe veszük a damage damage ugye, volt a régi grind, ahol nagyon hosszú ideig érdemes volt benn maradni, nem kellett, és érdemes volt benn maradni, mert a jutalomforrás az volt. Majd jött az új damage fajta, ott már csak egy-két fegyver volt képes benn endgame-nél. Majd jött az új formulási módszerek, például a prime cuccokra, és ott már nem, volt, nem már nem vált érdemes, hogy benn nagyon-nagyon hosszú ideig és már a fegyvere itt sem nagyon akarták nagyon-nagyon hosszú ideig bírni. Természetesen mindig meg volt a meta, hogy hogyan kombináljuk a warframe-et és a fegyvert, hogy bírja, nem arról van szó, hogy nem lehetett, de már nem volt egyáltalán érdemes, és most úgy látom én, hogy a damage 2.5-tel még inkább erre akarnak egy nörfön, tehát egy ilyen globál nörföt adnak neki, hogy hogy uh, ne feltétlenül, valami oknál fogva ne feltétlenül töltse hosszú időt egy adott küldetése, hanem több helyen, több kicsit játszál végig, és erre nagyon-nagyon árulkodó jel maga a, a, a prime formulási módszer is, hogy ilyen rengeteg fajta küldetése van, és a legtöbb fajta küldetés 5 percnél tovább nem tart, legyünk őszinték, azonnal megvan a Prime és utána csak arra vársz, hogy kimenjél és újra begyere, és kimenjél és újra begyere. A survivor -ok az egyetlen olyanok, amelyek érdemesek arra, hogy több ideig benn maradjál, de viszont ugye a is 2.0-val részesült nerf, amit kaptak a fegyverek a régiekhez képest, egy adott, egy adott pont után már ilyen fölöslegesen fogytál ki, tehát kifogytál a damage-ből, és nem volt már elegendő damage -t. Nem beszélek arról természetesen, amikor egy csapattal összeálltál, vagy mint amikor múltkor mi is, nem tudom, live streamben összeálltunk, és 4000-es enemiket daráltunk, ha jól emlékszem, tehát így 4000-es nem lehetetlen megcsinálni, mert ki lehet metázni a dolgokat, nem arról van szó, tehát ki lehet metázni a dolgokat, de a jutalom az ilyen magas szinteken, ahol jártunk mi is annó, ugye a jutalom az elvész. Tehát nincs, amiért ott maradjak. <kül> a 4000 amíg fan őket ledarálni, tényleg, mert hogy, hogy jó, mert hogy még ott van, mert hogy tök jó, meg minden, de, de nincs jutalomforrás, és csak négyezre se nem nem fogok három órát játszani egy defense hogy oda menjek, és az az érzés, amit a Digital Extreme ebbe az irányba tolja -e, -e a játékot, hogy rövid, gyors játékokat lépje meg mindenhol, és ahogy nézem, a trend maga az oda is vezet, hogy ha bemelyek egy, egy, egy defense-re, egy survivor senki nem akar bemaradni tovább 15 percnél, a nagyon max 20 perc, és akkor már mindenki igyekszik, uh, kifelé, mert megúnyják a játékosok, ahogy nézem. És mindenki látja, a, a, úgy érzem, hogy a, aki játszik most a warframe. -ben, 20 percnél tovább nem érdemes áldozni egy játék, módra se warframe-ben. Na most, ez a videóban nem lehúzni akarom a warframe fejlődését, hanem egy másik szemszög elé helyezni. Nekem, mint Veterán játékosnak, ez egy, egy mondva egy nagy sebb. De látom a a potenciát a játékban, és hogy hova akarják uh, fejleszteni, és nem feltétlenül mondanám rossznak, de a hardcore elemet, a, a, az endgame elemet, ami, amit úgy gondolom, hogy meg kellett volna inkább őrizzenek, uh, azt kiveszik belőle, és azért is mondom, hogy meg kellett volna őrizzék uh, ezt, a, ezt a, régi endgame-et, és csak azoknak adni oda ajándékba mondjuk, hogy, hogy elérhető legyen, akik, akik um, Mitől már veteránok is már elérték azt a szintet, hogy ott hely tudnak állni, tehát hogy megőrizzék az endgame et és mondjuk csináljanak mondjuk egy level 200-tól kezdődő ö, játékot, ami, ami tényleg csak azoknak van, akik a metát akik, ö, izé, keresik a játékban, és azt az engémet, és az ott abban lévő játékban, ahol mondjuk 200-tól vagy 200 plusztól indulnak az Enemik oda betenni igazán értékes és különleges jutalmakat, amikért érdemes oda menni, na és ott akkor aztán elindulna. Na mondjuk level 200 talán egy kicsit kevés, tehát mondjuk ilyen level 3-400-tól le legyen egy ilyen elkülönített bolygó, vagy valami, amit oda beraknak, és level so nagyon soktól induljon a játék, de akkor ott aztán igazi tökös izéket lehessen kapni, jutalmakat, és igazán megnehezített legyen akár a skálázódás, vagy a sebzés, de a lényeg az, hogy, hogy valami olyasmi endgame tök jó lenne, ha lenne, de több, van, valószínű, hogy nem lesz. Úgyhogy, um, hát ja, ez van. Ide, ide alakul a Warframe, nem feltétlenül rossz, más, egy, új, egy újabb generációnak készült, az újaknak, akik újonnan csatlakoznak, és egy más, már egy más Warframe-et ismernek meg. És ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel még több warframe -ért. A következő videóban sziasztok!